Kicsere Nikő vagyok. Én az utóbbi pár napban megnéztem elég sok Holton Bex videót, hogy az utóbbi időben már azt hiszem háromszor beszéltem ugyanerről a témáról nektek, és szerettem volna valami újat mondani. És arra voltam kíváncsi, hogy maga Holton Bex mit mond a négy alaplépésről. Mi az, amit ő talál a legfontosabbnak ebben? A legfontosabbnak ugye mindig ez az alapkérdés, hogy hogyan maximalizálhatom az üzletemnek a profitját. Logikus, itt teljesen az alapoktól kezdi. Azt mondja, hogy legyél aktív. Az az alapja, hogy legyél aktív, mert hogyha nem vagy aktív, és nem vagy kvalifikált, akkor nem vagy jogosult arra, hogy jutalékot kapjál. Az aktivitás az ugye azt jelenti, hogy megveszed saját magad számára az adott hónapban az 50-100 pontot, illetve a kvalifikáció, hogy kvalifikált legyél jutalékfelvételre, az azt jelenti, hogy segítesz a jobb és a bal oldaladon is, a bináris rendszerben, egy-egy front partnerednek a havi 50-50 pontját megvásárolni. És ezáltal, hogyha ez megvan, neked a 100, alatta 50-50 a két oldalon, akkor te kvalifikáltál arra, hogy a következő hónapban felvehessed a jutalékot. És a Holton Bex még azt mondja, hogy ez az alap. Azon kívül, hogyha hosszú távon biztos jövedelmet szeretnél, akkor mindenképpen kövesd a 20-20-as tervet. Ami azt jelenti, hogy az első 6 hónapban 20 embert regisztrálsz a jobb oldaladra, és 20 embert a bal oldaladra. Ő kifejezetten kéri, és kifejezetten azt mondja, hogy mind a két oldalát építse az ember, a binárisának a jobb oldalat is, és a bal oldalat is, mert ezáltal lesz hosszú távon stabilan fenntartható az üzlete. És ami még én hozzáfűzök, amiről az előbb is beszéltem, hogy maximalizálni akkor lehet a jövedelmet, hogyha hatékonyan dolgozik az ember. Amikor csak azokra a tevékenységekre fókuszál, amik úgymond eredményt produkálnak, és minden olyat kizár az életéből, amik eltérítik a fókuszát, vagy nem az eredmény orientáltság felé vezetik. Az a tréning, amit néztem, Holton Bex egy kisebb társaságnak magáról a négy alaplépésről beszél, és ő is az egészet, a bevezetőjét a hatékonysággal kezdte. Azt mondja, hogy az Organo Goldnak az üzlete az tökéletesen kiszámítható előre. Tökéletesen lehet tervezni, hogy milyen bevétel. Mondja, hogy egyetlen egy dolog az, ami elválaszt téged a sikerettől, vagy a kitűzött célodtól, az, hogy ténylegesen szándékodban áll-e megtenni azt, amit elvár a rendszer tőled. Ténylegesen akarsz-e cselekedni. Nagyon sok jegyzetet készítettem megint, mert amikor Holton Bextől idézek, akkor szeretném pontosan nektek átadni, amit mondott. És ugye kérdezi, hogy miért pont kávé? Látjuk, hogy az Organo Gold rekordokat dönt bárhol a világon, bármilyen statisztikát megnézünk, az Organo Gold rekordokat dönt. De mi úgy lehet, hogy a kávé ennyire erős? Hát maga az, hogy ez a termék annyira szerethető, annyira fogyasztható, hogy nem úgy járunk, mint más network cégekben, hogy az emberek csak azért veszik meg az előbb említett aktivitásukat, hogy a jutalékot felvegyék, hogy utána berakják a garázsba, és akkor ott halmozódnak a dobozok, hanem azért, mert szeretik. És vannak, akik többször rendelnek egy hónapban. Ő azt mondja, hogy ugye a kötelező aktivitás az 50-100 pont, de az emberek többet vásárolnak, többször vásárolnak. Amerikában nem ritka, hogy 5-6-szor rendelnek az emberek egy hónapban, mert megisszák a terméket, szeretik a terméket, és nagyon könnyen el tudják adni a terméket. Van például egy olyan harmadik mélységében lévő görög hölgy, tehát ez nekem annyira hihetetlen volt, hogy van a harmadik mélységében egy görög hölgy, aki havonta rendszeresen 6000 pont értékben ad le a saját nevén rendelést. 6000 pont értékben. Ez nekem annyira hihetetlen, és ő erre egy matekot csinált, hogy képzeljük el, hogy ez mit jelent számára. Ez a hölgy, aki 6000 pontért
aki 6000 fontért vesz folyamatosan terméket, minimum rátesz 50%-ot, hogy eladja. Magyarul ő csak abból, hogy elad 6000 fontért értékű terméket, 3000 dollár jutalékot keres. És mit jelent ez Holtonnak? Kiszámolta, csak az Unilevel bónusz, mert ugye az biztosítja a passzív jövedelmet, hogy egy hónapban ebből az egy hölgyből 630 dollárt keres. Pluszban még 180 dollár bekerül a globál poolba. És ezt csak azért hozta föl példának, mert összehasonlítást tett mondjuk az organogold üzlete között, ahogy nagyon-nagyon szeretik ugye az emberek a kávét, a terméket, és mondjuk egy olyan üzlet között, ahol nincsen termék, csak kattingatós webes üzlet. Én nem ismertem azt a céget, amelyiknek a nevét említette, de azt mondja, hogy 50 euró a havi aktivitás, és a szponzor X mélységben 2 euró jutalék, vagy 2 dollár jutalékot kap belőle. És erre hozta föl a példát, hogy egy ember, ugye abban a webes üzletben maximum egyszer havi aktivitást venni. Nem tudja továbbadni azt a webes licenszét. Nem tudja mondjuk, mint nálunk, hogy többször rendelnek, mert elfogyott, eladta. Nem tudja továbbadni a webes licenszet. Ő egyszer megvette az aktivitást, és a szponzora egyszer keresett belőle abban az egy hónapban 2 dollárt. Ezért ugye kiugró példa volt a 6000 fontos rendelés, de ezt csak egy óriási kontrasztnak szerette volna mutatni, hogy mekkora a különbség, hogy valaki a downline-jából mondjuk a harmadik mélységben 2 dollárt keres, míg ő egy emberből 360 dollárt. És hogyha egy ugyanilyet szeretne létrehozni, akkor ennek a webes vezetőnek, akivel ugye összehasonlította a komputervet, 315 munkatársal kell rendelkeznie, hogy elérje azt a jutalékszintet, amit Olton ebből az egy profi kiskereskedelmi forgalommal dolgozó hölgyből elér. Ami még a hatékonysághoz egy érdekes adat. Képzeljétek el, hogy ez a tréning egy évvel ezelőtt volt pontosan, és akkor azt mondta, hogy világszinten az Organo Goldnak az átlag vásárlás, ezek nem a regisztrációs csomagok, és ezek nem a Gold Pack, nem az Upgrade csomag, semmi ilyesmi nem számít bele, csak a havi aktivitás vásárlás. A világszinten az Organogoldban 270 dollár per fő az átlagos vásárlás. Mennyire szeretik a terméket? Hogyha ezt összehasonlítjuk, az iparági átlag, szóval az összes network cég átlag havi aktivitásával, akkor az 35 dollár. Nálunk 270 dollár, az iparági átlag pedig 35 dollár. Ez mit jelent számunkra? Ez pontosan azt jelenti, hogy ugye ez majdnem a 10-szerese, mondjuk 9-szerese a miénk. 9-ed akkora üzletet kell létrehoznunk, 9-ed annyi számú ember csak kell a mi struktúránkba, hogy ugyanazt a forgalmat el tudjuk érni, mint mások más networkben átlagosan. És ez is ugye a hatékonyságunkat növeli. Ugye a cég már megtette az ő részét, csinált egy olyan terméket, amit mindenki imád és szívesen fogyaszt. Akkor megcsinált egy olyan kifizetési rendszert, ami jelenleg termékes network cégek közül a legjobban fizet. Magyarul nagyobb az egyszemélyre jutó termékforgalom, abból több jutalékot fizet vissza, mint az átlag. Innentől már ténylegesen csak a mi dolgunk, hogy a saját hatékonyságunkat a lehető legnagyobbra emeljük. Na és ehhez kell a 4 alaplépés. Azt mondja Holton, hogy magát a 4 alaplépést, azt minden nyílt tájékoztató után tanítani kellene. Ők Amerikában azt csinálják, hogy amikor lement egy nyílt tájékoztató, ők ugye azonnal regisztrálnak. Ott helyben beregisztrálják a partnereket, és akik ott maradtak újak, azoknak egy 12 perces, 4 alaplépés képzést csinálnak rögtön. És ennek a bővített változatát fogom most Holton alapján nektek átadni. És ő azt mondja, hogy ő soha nem emelem ötleteket, vagy emelem ajánlásokat ad ilyenkor,
hanem üzleti ajánlásokat, mert ő nem MLMS-nek tartja magát, hanem üzletembernek, és az egész hálózatépítést egy üzletnek, egy kávé üzletnek fogja föl. Tehát az első lépés, ismerd meg a terméket. Abszolút legeslegfontosabb, hogy te magad bizonyságtétel legyél. Mert ahhoz, hogy hosszú távon passzív jövedelmet tudjál keresni, ugye ezt megbeszéltük ezelőtt egy pár képzéssel, hogy a passzív jövedelmet azokat az unilevel jutalékok adják. Hogyha passzív jövedelmet szeretnél hosszú időn keresztül, akkor egy termékszerelmes, egy terméklojális hatalmas hálózatot kell kiépítened. És ennek, hogy ezt a struktúrát el tud indítani, alapvető követelménye, hogy te magad legyél a bizonyságtétel. Te szó szerint mondja ezt volt, hogy bizonyságtétel kell, hogy legyél, hogy rád hogyan hatott a termék, illetve te hogyan szereted a terméket. Mivel ugye az előző hatékonysági példában is bemutatta, hogy mi egy vevő, egy fogyasztás alapú üzletet építünk, akik szeretik a terméket, ezáltal tudjuk elérni a 270 dolláros átlagvásárlást, nem úgy, mint más cégek, akik toborzás alapú üzletet építenek, akik miért csak azt számít, hogy behozzuk, behozzuk, behozzuk az embereket, és nincsen havi aktivitás. Itt 35 dollár az átlagos költés. Ugye, hogyha előveszitek a havi tervezőtöket, akkor ebben nyomon tudjátok követni, hogy melyik lépésekről beszélek. Ugye a negyedik oldalon találjátok a négy alaplépést. Ennek az első pontjánál tartunk most, az ismerd meg a terméketnél, és hogy legyél te a bizonyságtétel. A második pontja ugye, hogy add le a megrendelésedet a hónap elején. Ő azt mondja, hogy autóshipre állítsd be. Az azt jelenti, hogy automatikusan állítsd be, hogy minden hónap 1-től 15-ig vegyék le egy ilyen beszedési megbízásra a számládról, hogy mindig azok a termékek érkezzenek meg. Miért fontos ez? Azt mondja Holton Bax, hogy ha beállítod az autóshipet, vagy ha leadod a rendelésedet, azt teszi jogossá, hogy az a jogi alapja annak, hogy ők kifizessék, a cég kifizesse számodra a jutalékot. Mert hogyha ők fizetgetnék neked a jutalékot, anélkül, hogy bármi termékforgalom zajlana, azt úgy hívnák, hogy pilótajáték, ami igazából illegális. És nagyon sok esetben, amit ugye mondtam az elején, hogy úgy történik MLM-ekben, hogy az emberek megveszik csak a jutalék miatt a terméket, majd beállítják a garázsba. Viszont Holton azt mondja, hogyha elindultál gold pakkal, és egy hónap múlva még van belőle kávéd, akkor az azt jelenti, hogy valamit nem jól csinálsz. Mert ugye a mi üzletünk alapból fogyasztás alapú üzlet, illetve a szisztéma az, hogy kóstoltatni kell a kávét, illetve a későbbiekben meg fogom mutatni, hogy ő mire használja még a kávét. El kell fogyni egy hónap alatt, az összes kávédnak el kell fognia, mert erre van kitalálva a rendszer. Hogyha valaki például azt mondja, hogy én nem akarom előre megvenni a hónap elején a havi aktivitásomat, azt a 100 pontot, akkor egyszerűen csak kérdezd meg tőle, hogy miért? Te nem tudod elképzelni, hogy 30 nap alatt legyen 150 euró profitod? Akkor te valószínűleg rossz üzletben vagy. És a harmadik pontja, ugye az elsőnek, hogy ismerd meg a terméketnek, hogy vegyél két doboz kávét. Hát ez az a pont, amit szerintem a legkevésbé emlegettünk eddig. Te ezt szoktuk mondani, hogy amikor beregisztrál, akkor adjál el neki még két doboz kávét, de szerintem nem is nagyon értettük annyira, hogy ez miért fontos. Persze azért, mert majd soká megjön a termék, és addig is legyen, de nem beszéltünk erről sokat. Voltam, mert pont erről a pontjáról beszél az első lépésnek ennyi, hogy ott helyben azonnal adjál el neki két doboz láttét. Amikor azt mondja, hogy az nem egy sikeres tárgyalás, ő nem azt hívja sikeres tárgyalásnak, hogyha véget ér és beregisztrál valaki. Azt mondja, hogy mindenki akar regisztrálni az Organon Goldba. Azt mondja, havonta
30 ezer ember, vagy még több csatlakozik az Organogoldhoz, és figyelj, ez egy évvel ezelőtti tréning volt. Ugye minimum 30 ezer ember csatlakozik havonta az Organogoldhoz, tehát nincsen csatlakozókból hiány. Nem ez egy sikeres tárgyalás. A sikeres tárgyalás, hogyha el is indul az ember, annak meg a feltétele, hogy vegyen meg ott helyben két doboz kávét. Ezt meg így szokta csinálni, megmutatta. Megfog egy láttét és egy black kávét, vagy fekete kávét a kezében, és megkérdezi tőle, hogy figyelj, kedves új munkatársam, hogyan akarod építeni az üzletedet? Lassan vagy gyorsan? Azt mondja, hogy ezzel nagyon figyelj, hogy másodiknak mondd a gyorsat, hogy lassan vagy gyorsan, mert az emberek mindig az utolsóra emlékeznek, és arra fogják rávárni, hogy azt szeretném. Tehát akkor megkérdezik tőle, hogy te figyú, hogy szeretnéd az üzletedet építeni, lassan vagy gyorsan? Gyorsan. Na hát akkor a termék általában egy 5-10 nap alatt érkezik meg, de itt van nálam két doboz kávé, egy látta meg egy fekete kávé, ezt oda tudom neked adni, és odaadja a kezébe. Készpénzzel tudsz nálam fizetni, folytatja mindezt, és nem fogom rászámolni neked a szállítási díjat. És ott hagyja a kezébe, és vár. És az esetek nagy részében akkor azonnal ki is fizetik, ahogy így fogdossa a kávét. És miért tudja megcsinálni azt, hogy azt mondja, hogy én nem számolom föl neked a szállítási díjat. Mert kombópakot vesz. Mert ugye mi is tudjuk Magyarországon, hogyha egy ilyen nagy összeállított, 30-nál több dobozos készletet veszel, akkor arra nincsen szállítási költség, így a kávé jóval olcsóbb lesz. Azt mondja neki, nem számítom fel a szállítási költséget, készpénzben tudsz nekem fizetni. És akkor így valaki megkérdezte tőle ezen a tréningen, hogy most ezt komolyan mondod? Befizettetted vele a szilver vagy a gold csomagot, egy csomó pénzt, és akkor ott még helybe rátuk már két doboz kávét. És azt mondjuk volt, hogy igen, ez üzlet. Azt mondjuk, szó szerint mondom, most, hogy fejezd be, hogy kedves vagy, és gyenge. Mi a vezetőknek fizetünk, és nem azok, akik gyengék és kedveskednek az emberrel. Ugye fontos, hogy betarts minden lépést, minden egyes lépést. Ezt is. Az olyan ez, mint egy dominó. Hogyha meglendíted az egyik oldalán, ugye végig borul az egész. De mi van akkor, hogyha kiveszel egy dominót a sorból? Akkor ott megáll az egész folyamat. Mondja, hogyha az új regisztráltnak nincsen kávéja, akkor nem tudja másnaptól azt kóstoltatni. És én, ha nem csinálom meg a rendesen a munkát, tehát kihagyom ezt a lépést, hogy eladjak neki kávét a regisztrációja után, akkor nem tudja másnaptól gyakorolni a 4 kérdést. Lehet, hogy nagy lelkesedéséből, hogy beregisztrál, tűnek fának vadvirágnak elkezdi mesélni, hogy jaj, de jó az Organogold, de a szisztémát, a lehető legfontosabbat, hogy megkóstoltassa velük a kávét, ezt nem fogja tudni megtenni. És azért nem lesz sikeres, mert én nem csináltam meg az egyik lépést, hogy nem adtam el neki két kávét. Azt mondja, hogy másnap jön hozzád a kávépartira például, van egy új embered, és jön hozzád a kávépartira, akkor ő nem csinálni fogja az üzletet, hanem nézni fogja az üzletet, hiszen nem lesz kávéja, amivel megkínálja a vendégeit. Hogy ha nem adod el neki, akkor az olyan, mintha azt mondanád, azt kívánom, hogy bukj el. Egy termék alapú üzlet, egy kóstoltatás alapú üzlet, és nem akadályozhatod meg az új partneredet, hogy azonnal elkezdjen pénzt keresni. Tehát azt mondja Holton, hogy a sikeres meeting jele számára az, a sikeres tárgyalás úgy zárul, hogyha beregisztrál, és megvette tőled a két kávét. Ha most újdonságot hallottunk. És akkor lépjünk át a második lépésre. Ugye az azt jelenti, hogy írj listát.
rögtön megkérdezi tőle, ugye eladta neki a két doboz kávét, hogy szeretnéd, hogy megmutassam, hogy hogyan lehet egy nap alatt pénzt keresni? Hát persze, hogy szeretném. Akkor így össze 50 olyan embert, aki szereti a kávét. Sőt, már ott rögtön a regisztráció alkalmával mondja, hogy van 20 olyan ember a telefonodban, aki szereti a kávét. Igen. Akkor vedd elő a tervezőt, benne van a kávé eladási séma, és ez alapján hívjuk föl most azonnal, a regisztráció pillanatában, most azonnal azt az első 20 embert. Azt mondja, hogy 95%-os sikere van ennek a sémának, hogyha jól használja az ember. Egyszerűen csak fel kell olvasni. Ugye, fölhívod a kedves barátodat, mondjuk legyen Júlcsi, és mondja, hogy szia Júlcsi, azért hívlak, mert szükségem lenne a segítségedre. Most kezdtem el egy kanadai céggel az új kávé üzletemet. A kávé 100%-ban finom, arabika kávé, 3 ízben kapható, erős, fekete, kellemesen lágy látta és egy különleges mokka. Tudom, hogy te is szereted a finom kávét, biztos vagyok benne, hogy neked is ízleni fog ez a minőség. Tudnál egyszerre két dobozzal venni tőlem? És akkor itt jön egy nagyon fontos mondat, amit mondta, hogy pszichológiailag mindenképpen bele kell tenni. Szóval ezt nyugodtan írd bele, hogyha nálad van a tervezőt, kérd össze ez egy munkafüzet, nyugodtan írd bele. Azt mondja, hogy amikor ezt megkérdezte, hogy tudnál egyszerre két dobozzal venni? Akkor rögtön mond, hogy várj, mielőtt igent mondasz, megígérem neked, hogy később majd megmutatom, hogyan lehet nagykereskedelmi áron hozzájutni, vagy ha nem ízlik, nem kérem, hogy vásárolj többet tőlem. Szóval, mielőtt még bármit reagálna, biztosítékot ad neki, hogy később még akár olcsóbban is hozzájuthat, ezzel ugye az igenhez tereli őt. És azzal, hogy azonnal a regisztrációkor nem engedi el az új partnert, hanem elkezdenek a kávé eladási séma szerint telefonálni, az a célja, hogy azelőtt eladja az új partnerének a gólcsomagját, mielőtt azt kiszállítja a UPS. Magyarul azonnal sikerélményhez, és azonnal egy napon belül pénzhez juttatta az új munkatársát. És ezzel még a következő biztosítékot is adja, hogy nem lesz az a félelme, se a meghíváskor, se soha többé az új munkatársnak, hogy lehet veszíteni az orgánóval. Hiszen nem lehet vele veszíteni, mert hogyha ezt a hívást megcsinálja valaki, ezeket a telefonhívásokat, konkrétan fizikailag nem lehet pénzt veszíteni. És akkor a következő pont, hogyha tovább megyünk, hogy 50 üzleti érdeklődőt is írjon össze. Miért 50-et? Ugye ez is kérdés, mert minimum 50 kell ahhoz, ez egy iparági átlag ismételtlen, ez minimum 50 kell ahhoz, hogy legyen 5 becsatlakozott partnered, mert a 10%-ával tudunk számolni. És itt is mielőtt megkéri, hogy írd össze az 50 partneredet, akkor megkérdezi, hogy akarod, hogy megmutassam, hogy tudsz jövő héten pénteken 500 dollárt keresni? Hát persze, hogy akarja. Akkor írd meg ezt az első 50-es listádat, és foglalj le egy kávé parti időpontot nálam. És ezzel már át is lépünk félig a harmadik pontra, ami ugye az, hogy rendez minden héten 4 kávé partit. Ugye, amikor az új partnerünk belép, akkor vele rögtön lefoglaltatjuk a legelső kávé parti időpontot, illetve holtan azt mondja, hogy és utána még 4. Ugyanabban a napon, ugyanazon a napon, ugyanabban az időpontban, ugyanabban a helyszínen lefoglaltatunk vele egy időpontot, hogy ott fog ő kávépartit tartani. És miből lehet biztos abban, hogy biztosan ott lesz az ember, és hogy tényleg igazat ígértél neki, hogy tud pénzt keresni egy héten belül. Az, hogy megiratod vele az 50 fős listát, és végig is hívjátok az 50 fős listát. Hiszen azt mondja Holton,
hogy várhatóan, hogy 10 ember ott üljön, ahhoz minimum kell 25-30 igennek lennie. És ahhoz, hogy legyen 25-30 igened, ahhoz fel is kell hívni azt a 25 embert. Szóval az első kitűzött kávéparti időpont előtt segítened kell neki, hogy ténylegesen az az 50 ember végig legyen hívva, mindenkivel tudjon beszélni. És akkor itt ezen a képzésen jött egy következő kifogás, hogy de ő nem tud kávépartit tartani, mert hogy ilyen a lakás, hogy ő oda nem hív meg embereket. Ő, tehát a régiek, a bútorai, ő nem tudja a nagy lifestyle-t mutatni, vagy nem tudja azt mutatni, hogy ő nagyon komoly üzletember. Erre azt mondta Holton, hogyha most nincsen szép lakásod vagy házad, akkor, hogy a jövőben szép házad vagy lakásod legyen, most kell megcsinálnod a kávépartit. Tök mindegy, hogy hol élsz, hívd meg őket. Az embereket nem az érdekli, hogy most hol vagy, hanem hogy hova tartasz, mi a célod, amit el akarsz érni. És erre felhozott két szenzációs példát. Mondja, hogy Chicagóban van egy emerált házas pár, akik konkrétan, szó szerint, amikor elkezdték az üzletet, hajléktalanok voltak. Azt nem tudom, hogy hol kezdték el a kávépartit, a home partit, de csinálták az üzletet, és azóta már emeráldok az üzletben. Csak azért, mert csinálták a szisztémát. Erre mondja, hogy ne mondj nekem kifogást, mert mindenre tudok válaszolni. A másik példája, az szerintem egy kicsit drámai, de döbbenetes. Dallasban van egy gyémánt hölgy, 74 éves. Beteg volt, egyedül volt, senki nem segített neki, egy icipici kis lakásban, és ahhoz, hogy el tudja kezdeni az üzletet, el kellett adni az autóját. Erre meg az volt az apropó, hogy meghalt a lánya, és 4 pici gyereket ráhagyott, 74 évesen, úgyhogy a legidősebb kisfiú az 7 éves volt. És valamiből el kellett, hogy tartsa őket, és hitt annyira az organogolt üzletben, hogy eladta az autóját, és ezt kezdte el csinálni. Azóta ő gyémánt, 74 évesen. Ez tavaly Houstonban lett gyémánt a hölgy, és azt mondta, hogy azt mondja Holton, hogy kiállt a színpadra, és azt kérdezte, hogy nem érti a fiatalokat. Nem értik, mert ő 74 éves, és meg tudja csinálni a gyémánt szintet, mert muszáj, és csak kávépartikat tart a 4 kisgyerek mellett, és nem érti a fiatalokat, és nem érti azokat, akik azt mondják erre, hogy nehéz. Tehát én ettől a példától teljesen le voltam döbbenve, úgyhogy ő 74 évesen, 5 órát vezet oda, hogy megtartson egy kávépartit bárhol, és 5 órát vissza, mert érti, hogy ettől működik az üzlet. És mondott Holton két nagyon-nagyon jó meghívási ötletet, hogy ha ott van előtted ugye ez az 50 üzleti meghívott jelölt, akit szeretnél felhívni, akkor hogyan hívd meg? A legtöbb ember hibát követel a meghívásnál. Azt mondja, hogy két típus van. Van a ritkább típus, aki nagyon-nagyon sikeres és hiteles a környezetében. A hiteles az azt jelenti, hogy felnéznek rá az emberek, nem ő gondolja magáról, hogy hiteles, hanem az emberek szemében ő egy olyan ember, aki bármihez nyúl, sikert csinál belőle, már többször megmutatta az életében, és hallgatnak rá az emberek. Ez a típusú ember mondhatja úgy, vagy hívhat meg úgy embereket, hogy magára hivatkozik, hogy én ezt és ezt és ezt fogom csinálni, és erre hívlak meg téged. Viszont az emberek nagy része sajnos nem ennyire sikeres, és azzal követik el a hibát, hogy saját magukra hivatkoznak. Pedig nem magukra kéne hivatkozni, hanem egy rajtuk kívülálló dologra, egy személyre, aki sikeres, vagy egy siker koncepcióra. És hogyha egy másik adott személy, sikeres személyre, vagy egy siker koncepcióra hívod meg az ismerősödet,
akkor sokkal nagyobb az esély, hogy eljön. Például egy közel ismerősnek vagy barátnak mondom a példát. Szia, szerinted a Starbucks egy jó koncepció? Hogyha be lehetne szállni ebbe az üzletbe, te fektetnél bele? Igen, persze. Hát figyelj, az a helyzet, hogy a Starbucksról már lemaradtunk, viszont van egy nagyon-nagyon sikeres ismerősöm, akivel együtt dolgozom, a Sándor. Ő behozott egy új kávé brandet Magyarországra, aminek az eddigi növekedése világszinten betegszik, sőt, még meg is haladja a Starbucks-ét. Szabad el tudod tenni magad, kérdezte 6 órakor? Mert hogyha igen, akkor jelzem neki, hogy téged is érdekelne ez a lehetőség, ez a koncepció. Kedden este 6-kor ott lesz egy pár ember, akikkel erről az üzletről fogunk beszélni. Tehát most nem magadra hívtad meg, hanem egy sikeres emberre, akinek van egy koncepciója. És szerinted ezek után még lesz az, hogy hát talán elmegyek. Vagy neki, hát mondjál már még róla valamit. Azt mondja, hogy erősnek kell lenned ahhoz, nem durvának és szemtelennek, de elég erősnek kell lenned ahhoz, hogy ne beszélj többet az üzletről, hanem határozottan zárkózz el attól, hogy te beszéljél róla többet. Mondd meg neki, hogy ebben és ebben az időpontban, mondjuk kedden 6 órakor ott kell lenned, és minden részletet meg fogsz tudni. És ezen kívül nagyon-nagyon fontos, hogy a meghívottad nyelvén beszélj. Olyan infókat mondj neki, ami őt érdekelheti. Ne azt, ami téged érdekel, hogy neked fontos az üzletben, hanem ami őt érdekelheti. Például egy üzletemberre ezt az ötletet mondta. Figyelj, Béla, nem tudom, hogy hallottál-e már erről a projektről, amit indítottunk. Én egy csoport része vagyok, aki bevezet egy új kávékoncepciót Európában. Ugye látod, a csoport, és ugye a csoport része vagy, az is nagyobb, mint te vagy. Egy csoport az hitelesebb tud lenni, mint amit te vagy. Amit már megtettünk, hogy létrehoztunk egy rendszert, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a világ kávéfogyasztásának 1%-a milyen legyen a következő 3 évben. És ebben az üzletben a profit 50-50%-án osztozunk a céggel. Most gondolj bele, ha csak az amerikai kávéfogyasztásban gondolkodunk, az 62,5 millió dollárt jelent. Ha szeretnél több információt megtudni erről a koncepcióról, kedden 18 órakor lesz egy meeting a csoporttagok vezetőivel, de ne örülj előre, kérlek, mert még nem tudom, hogy alkalmas leszel erre. Én megadom neked a lehetőséget, hogy elgyere és meghallgass, de a meeting végén fog kiderülni, hogy ez a te üzleted lesz-e valójában. És ez azért nagyon fontos, azt mondja Holt, hogy ne add neki rögtön oda, és mondjad, hogy ó, van egy nagyon jó üzlet, és te nagyon-nagyon jó lennél benne, és majd jól megkapod a sikertitkokat azonnal. Mert a sikeres ember ezt úgysem hiszi el. Pontosan tudja, hogy ő a saját sikeréért mennyit szenvedett és küzdött, és tudja, hogy ő könnyen nem adná oda senki. Magyarul, hogyha könnyen tálalod neki, azzal hiteltelenné teszed a dolgot. Hiteltelenné teszed az üzletet. Tehát te szabjál neki feltételeket. És ugye most már a meghívásról átléptünk ténylegesen a harmadik lépésre, ami pedig maga a kávéparti. Szóval, hogyha valaki az Organo Gold gyémántok életét szeretné élni, akkor ránk az egyetlen egy dolga a profitot termelni, és a profit az a kávépartikon terem, az Organo Goldban. A kávépartikon, a kávépartikban van a pénz az Organo Goldban. Erre példának azt hozta, hogy a legkeresettebb, vagy a legsikeresebb kiskereskedelmi egység, vagy a kiskereskedelmi vállalkozás, az a Walmart világszinten. De nem azért, mert az a legolcsóbb. Nem azért a Walmart a legsikeresebb, mert annak vannak a legjobb termékei. A sikerének a kulcsa az az, hogy neki van a legnagyobb számú nyitott órája.
az van a legtovább nyitva. Ennyi az egész. És te, a te üzleted akkor van nyitva, amikor a kávépartit tartod. Egyszerűen csak azt kell eldöntened, hogy a saját üzletedet hányszor szeretnéd kinyitni egy héten. És erre mondja, hogy nem elég a nyílt. Nem elég a heti nyíltra járni, mert az azt jelenti, hogy egy héten egyetlen egyszer van nyitva az üzleted. El tudod-e azt képzelni, hogy egy üzlet sikeressé tud válni, hogyha egy héten összesen egyszer nyit ki? Hát persze, hogy nem. Akkor lesz a nyíltod is jó, a nyíltod is egyre nagyobb, hogyha azon kívül hetente csinálod a kávépartikat, csinálod a kávépartikat. És ezt meg hogyan csinálod? Következetesen. 18 hónapon keresztül következetesen elkötelezed magad. És hogyan tudod elkötelezni? Azt mondja, egy kalkulátorral. És milyen érdekes kalkulátort mutat? Azt mondja, hogy a havi terveződ a kalkulátor. Azt mondja, hogy ő ilyen tervezés alapján dolgozik 12 évre a networkben. Sőt, azt mondja, hogy ebben követi nyomon a sikerét, és nem hajlandó dolgozni olyannal, aki nem hajlandó a saját maga sikerét nyomon követni. Aki nem hajlandó figyelemmel kísérni a saját maga eredményeit, a saját maga fejlődését. Hogyha valaki jött felhívja, hogy Hello Holton, tudnál nekem segíteni, tudnál nekem tartani egy kávépartit? Akkor az az első kérdés, hogy figyelj, tudsz fényképezni a telefonon? Igen. Akkor kérlek, küldd át nekem azt a csátot, amiben a fejlődésedet, a csapatodnak a struktúráját, ezt a diagramot rajzolod. Hogyha azt átküldted nekem fényképen, akkor megtartom neked az üzleti tájékoztatót. Szóval időpocsékolás olyan emberrel dolgozni, aki ennyit nem hajlandó megtenni magáért, hogy saját magának a fejlődését nyomon kövesse. És ezen kívül hogyan tervez? Ezen kívül mit csinál? Oda lapot, ahol a rendes határidő napló rész van. És minden egyes napnak, nap alatt van egy kör. Ezek a körök arra szolgálnak, hogyha kipipálod, bejelölöd, akkor elkötelezed magad arra, hogy azon a nap te kávépartit fogsz csinálni. És azt mondja, hogy mindenképpen azelőtt tervezd meg a hónapodat, mielőtt az elkezdődik. Azt kell eldöntened, hogy hányszor vagy hajlandó az üzletedet kinyitni abban a hónapban. Tehát hányszor vagy hajlandó kávépartit tartani az adott hónapban, és karikázgass be. És azt mondja, hogy ez ne az legyen, amit a szponzoroddal megtartasz, hanem amit te konkrétan te csinálsz. Elhívhatod rá a szponzorodat asszisztálni, de az, amit konkrétan te csinálsz, vagy te csinálod, akkor ez a te üzleted. És ezek a bejelölések nem egy per egyek, hanem kávépartik. Szóval, amikor egy per egy ezzel, nincs nyitva a boltod. A boltod csak akkor van nyitva, amikor kávépartit tartasz. Szóval nem akarlak lebeszélni az egy per egyezésről, semmi gond nincs vele, de az alatt a 40 perc alatt ugyanúgy 10 embert is letájékoztathatnál. Egy per egyel nem tudsz momentumot generálni, és nincsen csoportdinamika. Szóval akkor van nyitva az üzleted, amikor kávépartit tartasz. És akkor is ugyanígy tervezd meg, hogyha egyedül vagy, hogyha most szálltál be az üzletbe, de abszolút nincsen még egy embered sem, akkor is tervezd meg, jelöld be, hogy melyik napokon szándékozol kávépartit tartani, melyik napon akarsz kávépartit tartani. Mert ezzel arra számítasz, hogy fognak bejönni hozzád emberek, akikkel együtt te kávépartizhatsz. És ami a legfontosabb, amikor megtervezted, hogy mikor mit akarsz csinálni, akkor kötelezd el magad, hogy tedd is meg, amit eldöntöttél. Azt mondja Holton, hogy ez az egy, amit tenni kell, semmi többet nem kell megtanulni. Ezt, hogy aki ezt az egyet képes betartani, és képes megtenni, annak sikeres lesz az üzlete. Van egy angol mondás, amit ő mondott, hogy I plan my work and I work my plan. Ez azt jelenti, hogy én megtervezem a munkámat,
és dolgozok a tervemen. Vagy a tervem szerint dolgozok. Szóval én nagyon nem bírom, hogyha hazudnak nekem, mondja Holton. Ezért én sem verhetem át saját magam. Amire elköteleztem magam, amit megterveztem, azt meg is kell tennem. Hiszen az elején például ő is naponta 4 kávépartit tartott. Méghozzá miért? Hogy példát mutasson az embereknek. Azt mondja, ha valamit rosszul csinálsz, az embereid 2-3-szorosán úgy rosszul fogják csinálni. 2-3-szor olyan rosszul fogják csinálni, mint te. Viszont, hogyha valamit jól csinálsz, annak csak az 1/3-a fog másolódni. Szóval nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon jól csináld, amit csinálsz. És ez a 4 alaplépés, ez egy tiszta, jó terv, amit hogyha betartasz, és ez másolódik, sikeres lesz az üzleted. Képzeljétek el, hogy az első convention Houstonban volt, és 1200 ember vett részt rajta. Az, ami most Szent Louisban több mint 20 ezer ember lesz. De térjünk vissza Houstonban még anno, 1200 ember vett részt rajta, és amikor Holton tartotta az előadást, megkérte, hogy mindenki álljon föl. Hogy tényleg mindenki álljon föl. És tedd a szívedre a kezed, ki az, aki az elmúlt 90 napjában minden egyes héten megcsinált átlagban 4 kávépartit. Az maradjon állva. A többi üljön le, aki az elmúlt 3 hónapban minden héten megcsinálta a 4 kávépartit, az maradjon állva. 23 ember maradt az 1200-ból. Ezzel szemléltette a másolódást, hogy a jó dolgoknak csak az 1/3-a, vagy annyi sem másolódik. De tudod mit? Az a 23 mind gyémánt. Mind gyémánt, aki megcsinálta. Egy évvel később, amikor 5000-en voltak, akkor 60 ember maradt állva ugyanennél a kérdésnél. Mind gyémánt. Mind a 60 gyémánt. Ez a bizonyítéka annak, hogy ez a rendszer tényleg működik, csak működtetni kell. És amit meg kell értened, vagy amit meg kell tenned egy ilyen kávépartin, nem csak tartani, hanem teljesítményorientáltnak, termelékenységorientáltnak lenni. Minden egyes kávépartinak az a célja, hogy 1000 pontot, 1000 CV-t generáljál rajta. Mert hogyha hetente 4 kávépartit megtartasz minden héten, akkor az 4x4000, 16000 pontot termelődik. Magyarul már is meg vagy zafír. Mondott egy nagyon csúnyát is, egy nagyon keményet, azt mondja, hogy ha az 30 napon belül az indulásodtól fogva nem vagy zafír, akkor nem dolgozol, hanem bohóckodsz. Azt mondja, hogy mi kell ahhoz, hogy Rubi legyél? Egy olyan ember, mint te, akinek ugyanúgy tele van a naptárja írva, mint neked, és ugyanúgy dolgozik, mint te. Mert abból a forgalomból ki fog jönni a te Rubi szinted. Azt mondta, hogy mindenképpen legyen tele írva a naptárad, és csináld a heti 4 kávépartit, mivel nagyon nehéz lesz embereket bevonzanod és meggyőznöd enélkül. Jó embereket, szorgalmas embereket bevonzanod és meggyőznöd, hiszen mindig olyan, csak olyan ember jön be, mint amilyen te vagy. És fejezd be azt, hogy profi szélszest játszol, vagy mást játszol el, mint ami vagy. Egyszerűen tartsd egyszerűen ezt az üzletet. Azt mondja, hogy ez easy, it's simple, it's coffee. Then it's easy, it's complicated. Szóval tartsd ilyen egyszerűen, és csak csináld a kávépartikat, és maradj ember. Ennyi volt Holton Bax-nak a képzése. Engem abszolút feldobott, olyan szinten motivált, hogy alig várom, hogy holnap elkezdjünk dolgozni, és remélem, hogy nektek is sokat tudtam adni ebben az interpretálásban. Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, jó pihenést, és holnaptól induljon a 4 kávéparti hetente. Szép estét, sziasztok!